Mehetünk? Aha. Mi a fene lehet ez? Valami családi ünnep, nem emlékszem. Várjál, tudom! A Géza keresztelője, tudod, aki kis titkár volt az egyetemen. Na látod, erre egészen jól emlékszem, sőt arra is, hogy ezt annak idején szerettem. Őrségváltás után torta a Ruszvurnál. Biztos azért szeretsz azóta is oda járni. Te mondd, szerinted itt örülök, vagy szomorú vagyok? Ez a nagymamáéknál van. Te ott már nem voltál. Akkor még lent laktak Halason. Minden nyaramat ott töltöttem. Úgy látszik, már gyerekkorodban is foglalkoztál a nők életformájával. Nézd oda, az, amelyik előjön, az a kelemem. Ő volt az osztályfőnököm elsőben. Fiúk, a tudás az biddeded át segít. Furcsa ezt nézni nagyon. Az ember még azt sem érti, ami vele történt 10-20 éve, hát még ami mással. Ez a fiatalember, idegenek így szólítják, ez a riporter. Jóformán minden napja így kezdődik reggeli kapkodással. Számára is az óvoda jelenti a nap kezdetét. Gyerekkora a háború előtt telt el, 10 éves volt a felszabaduláskor. 45 után együtt nőtt fel a társadalommal. Most 29 éves, így aztán bizonyos társadalmi kérdések úgy érdeklik, mint a maga problémái, például a nők kérdése. Közismert dolog, hogy a törvény mindenben a férfiakival egyenlő lehetőséget biztosít a számukra. De valahogy van egy társadalmi szemlélet, valami konvenció, ami ez ellen dolgozik. Ennek készül utána járni riporttal, felméréssel. Egyébként róla még annyit, hogy nős, egy gyereke van. Szervusz. Szervusz. Mi van vacsora? Rántotta. Tulajdonképpen elmehetnénk moziba, nem? Hát? Elkezdeni elég könnyű volt a riportokat. Szeretem ezt a munkát. Na meg az elején még örül az ember, hogy ő az, aki kérdez. Csak aztán elérkezik egy pillanat, amikor világossá válik. Valamiféle határt kell szabni az érdeklődésnek. Pontosabban minden alkalommal meg kell határozni az embernek a saját érdeklődését. Ki kell választani néhány embert, és azokkal kell tovább beszélgetni. Persze most már bizonyos szempontok szerint. Ilyenkor már, őszintén szólva, szívesebben válaszolna az ember. De tovább kérdez. És akkor aztán elég hamar kiderül, csak azokkal tud beszélgetni, akikkel kontaktusa van, akikkel rokon szenvezik, akiket könnyű kérdezni. Egy valami azonban már az első kérdések után biztos. Minden a kérdezőn múlik. Olyan kedvesen szomorú ez a kislány. Maga mindig ilyen szomorú? Á, erre nem lehet felelni. Maga mindig ilyen szomorú? Maga mióta lakik itt? Már vagy 6 éve, de a nénék azok itt is születtek. Uh-huh. És milyen idős ez a ház? Már nagyon régi, lehet talán 100 esztendős is. Nézze, milyen szép ez a park. Ez, hogy kérlek, ne dohányozz, komolyan kell venni? Ja. A nagynénik azok. De már is el van tüntetve. És a többi vendégek azok komolyan veszik. Hát, van, aki tapintatos és nem gyűjt rá, és van, aki... Akkor én kifejezetten tapintatlan voltam. Hát azt nem mondtam. Fiú vendég nem szokott feljönni? Fiú vendég? Hát... Nem. Miért? Nem jár senkivel sem? Hát most nem. Hát mikor igen?
De hogyha járok, akkor sem jön általában, mert egyszer jött föl egy... Miért? Azt teljesen elfogadott, hogy feljöjjenek, nem? Hát, elfogadott lenne, de még nem volt rá alkalom. Mondja, itt tulajdonképpen kikkel lakik? Két nagynénémmel. Idősek. Ezek a tárgyak, amik itt láthatók, ezek az ő dolgaik, ugye? Az ott kinek a képe? A nagynénék egyik öccse volt, és Piave folyónál esett el 14-ben. De különben a képek közül egyik sem a magáé? De, a déd nagynéni kémé az ott fenn. Kikkel szokott összejárni? Hát akikkel a nénik összehoztak, azok között vannak fiúk, lányok, de hát nem olyan mondjuk a... De amikor maga ide került, a nagynénik megpróbáltak társaságot verbúválni. Persze, de hát azok nem teljesen olyanok, mint én, és így inkább azok, akik a munkahelyen vannak, inkább megfelelnek. Miért felelnek meg azok jobban? Fiúval kettesben voltak már? Nem. Miért? Hogy most nem jár senki? Hát mert az úgy sokkal jobb, hogy... Hát mert nem udvarol senki. Az hogyan lehetséges? Vagy hát... A munkahelyen nincsenek olyan fiúk, akik szóba jöhetnének? Nincsenek. Fiatal, jóval fiatal. Tehát annak ezer módja van, nem? Ha az ember megismerkedik. Mit tudom én, hogy teljesen sztereotip legyek. Tánciskolában, munkahelyen. Tánciskolában nem jártam soha. Munkahelyen, hát ott. Tehát úgy gondolja, hogy olyan rendkívüli nehézséget jelent egy nő számára a megismerkedés. Természetes. Én úgy gondolom. Na de hát... Mert hát képzelj el, hogy elmegyek valóvá, akárhová. Hát a kolléganőim azok megteszik, hogy elmennek hármasba a Gellértbe, vagy akárhová, és akkor leülnek, és várják, hogy fölkérjék őket. Tehát ez... Na de például egy barátnőjével megbeszélhetni, hogy jó lenne, ha bemutatna egy fiút. A barátnőim vannak, és azok is vannak, vagy kolléganőim, és azoknak vannak fiúismerősei, de ezek általában nem olyanok, akik nekem... megfelelnek. Nem én szerintem, mert én nem ismerem őket, hanem ő szerintük. Nem. Ez a kislány túlságosan szélső eset volt a gátlásaival, a szomorúságával. Mindjárt itt kellett volna kezdeni. Persze ez a másik szélsőség. Elvált, maga teremtett és tart fenn egzisztenciát. De legalább szép. Párválasztásban is olyan flott, mint az autóstoppolásban? Hát nézze, nem is tudom, hogy én olyan flott vagyok-e az autóstoppolásban. Minden esetre a párválasztásban nem vagyok olyan flott. Nem vagyok olyan flott, bár a társadalmi konvenciókat tekintve úgy néz ki, mintha flott lennék. De nem vagyok flott, mert egyáltalában nem arról van szó, hogy egy szexuális aktusnak a lefolytatása számomra egy olyan dolog, mint egy nem tudom én bizonyos szükséglet, és akkor az lefolyik és kész. Szóval én mindig lírával kapcsolódom ehhez a dologhoz. Mondja, magának elsősorban mire van szüksége egy kapcsolatban? Szépségre. Ezt hogy érti? A dolgok vagy az élet szépsége? Frászt, az ember szépségére. Ezt úgy értem, hogy most kezdenek rájönni arra a férfiak, hogy tulajdonképpen nem mindegy, hogy néznek ki. Tehát az nem egy erkölcstelen dolog, vagy leplezni való, ha valaki szép. Mértem teljesen. Az ember olyan, amilyen, nem? Na, nem egészen. Várjunk, hogy jobban megértse, hogy mire gondolok. Egy átmulatott éjszaka után az egyik barátom benézve a tükörbe felkiáltott, hogy Jézus Mária, de csúnya vagyok. És igaza volt. Mert valahogy úgy érzem, hogy már úgy 30 év felé. Az ember felelős az arcáért. A karakteréért. Egyébként ez a fiú, akivel jár, ő külsőleg és belsőleg megfelel? Igen. Ezeknek a normák? Igen, megfelel ezeknek a normáknak. Sőt, én mindig úgy érzem, hogy a mi kettőnk viszonya az egy bizonyos, eléggé szilárd szigetet képez a körülöttem kavargó életben. Olyannyira, hogy ez plasztikában is megnyilvánul. Írással foglalkozni azon a szinten, amikor tulajdonképpen ez még a megélhetésnek a minimumát sem nyújtja, ez anyagilag egy csomó... problémát felvet, nem? Persze, hogy felvet. De hát mondtam már, hogy együtt élek vele. Ez azt jelenti, hogy a tanulópénzét részben én is fizetem meg. És soha életemben eszembe nem jutott, hogy ez egy rossz befektetés lenne. Semmiféle szempontból. Hát például ez, amit most csinálok. Igen. Ez például konkrétan innét indult el, hogy
Egy olyan viszonyt szerettem volna itt tükrözni, hát még távolról se vagyok vele kész, remélem, hogy fog sikerülni, ami tartalmilag és formailag is egybeesik. Tehát valami olyan dologról lenne itt szó, hogy ahol az egyik negatív, ott a másik pozitív. Ez most részben formailag értem, de eszmeileg is értem. Úgyhogy, ahol őt nem találod meg, ott megtalálsz engem. Tehát egy ilyen egymás mögé, egymás mellé állást érzek, és ezt tartom minden emberi, és nem utolsó sorban szexuális kapcsolatnak és szerelmi kapcsolatnak az alapjául. Akkor furcsának tartják azt, hogy Jánoska. Ragaszd össze! Pici fiam, tessék. Anyu, ragaszd össze! Hát majd meg fogom próbálni, de most nem. Most menjél ki szinte, de most nem érek rá. Most beszélek. Nem mutatna meg nekem, hogy a Jánoskát összehasonlíthassam az eredetivel. De nagyon szívesen. Ez már olyan állapotban van, hogy meg is lehet nézni. Igen. Sok portrét csináltam már róla. De én ezt szeretem a legjobban. És mondja, a gyerek az állandóan itt van maguknak. A gyerek? Hát látja, ez is egy nehéz probléma. A gyerek. Apu, kelj fel, csöngetnek! Azt hiszem, igazságtalan voltam múltkor azzal a kislánnyal. Én vettem át az ő szomorúságát. Bátrabban kell kérdezni. Milyennek képzeli el azt a fiút, akivel mondjuk le tudná élni az életét? Hát egyenesnek és őszintének. Külsejével kapcsolatban nincsenek kikötései? Hát minden esetre ne legyen gnóm. És az a fiú, akivel járt, mert azt hiszem említette, ugye, hogy most nincs. Ebből arra következtetek, hogy volt. Az hát az volt. Nem is olyan. Nem is olyan. Hát régebben. Na és az miért maradt abba? Hát, mert egészen más volt, mint amilyen valójában. Másnak mutatta magát. Milyennek mutatta magát, és milyen volt? Ugyanúgy érdeklődött minden iránt, mint én. Hangverseny, irodalom, színház, művészetek, és becsületes, őszintének látszott, erkölcsösnek, és már arról volt szó, hogy az esküvő lesz, és... És az is kiderült, hogy erkölcstelen? Igen, mert... Mi volt az erkölcstelenség? Először is kikötötte, hogy házasság után is legyenek nőismerősei, de azokkal a nőismerősökkel legyen viszonya, és amikor már majdnem mennyasszonya voltam, a lakásukra hozott fel nőket az én jelenlétemben, és másik szobában voltak át, szóval... Maguk között volt kapcsolat? Nem. Pedig hányszor könyörgött, hogyha igazán szeretem, hát... Na és arra még nem gondolt, hogy valahogy azért egy férfinek ezt a problémát meg kell oldani? Természetes, de hát nem az előtt, a nő előtt, aki mennyasszonya. Néha... Nem tudom, de mert most már úgy látszik, felmondom kell azzal, hogy vagy meghalt, vagy meg se született, aki engem elvesz. Elvileg is az ellen volna, hogy kapcsolata legyen valakivel a házasság előtt. A házasság előtt? Hát, kényszerítő körülmények hatására nem. Hogyha háború van, és tudják, hogy nem találkoznak többé, vagy úgy nem tudnak házasságot kötni, mert kidobta őket a hajó egy lakatlan szigetre, vagy valami ilyesmi, de különben, hogyha törvényes úton is összetudnak esküdni, és egymásé lehetnek, akkor miért kell házasság előtt? Hát ez a szerelem. Ennek már 5 éve. Na és azóta semmi. Úgy látszik, nem vagyok zsánere a fiúknak, hogy egyszerűen nem értem. Biztos megpróbálta már magában keresni az okát, hogy vajon miért nem. Talán nem tudja kifejezni az érzelmét eléggé. Hát azt nem mondom, hogy nem csókoltuk meg egymást. Ez csak valamihez tartozó dolog. Hát nem? Hát, igen. Na jó. Nem bántam ezzel. Ha maga kevesebbnek is látszik, de 29 éves, meddig akar még várni? 32 éves koromig. Miért pont addig? Mert elhatároztam, hogy ha 32 éves leszek, és addig nem megyek férhez, lemegyek az utcára, és az első férfi, aki jön,
Megkérem, hogy jöjjön velem. És ez megoldás? Hát, nem tudom. Lehet, hogy nem tudom. Vagy egy gyereket fogok örökbe fogadni. Egy néger. Tulajdonképpen olyan egyszerű lenne segíteni rajta. Ki jelentkezett elsőnek? Jóska? Na Jóska, mondd meg. A szája olyan, mint a többi emberi. Többi emberi. Hogy haragszik valakire, akkor komoly szemmel néznek egymásra. Ő még arra sem emlékszik, amikor a vércséket kiszedtük, meg a madarakat... Vércséket kiszedtük, meg a madarakat lövöldöztük. Szeret cigarettázni, meg veszekedni. A lányokat, meg a labdákat nem kedveli. Őt csak a madarak hangja érdekli. Én rendesen beszél. Egyszer-kétszer még a tanároknak is visszabeszél. Én ezt nem sértőn írtam le. Miért írtad így le? Az, mert igazságosan írtam le. Na gyerekek, próbáljunk most megint tovább lépni egyel. Hallgassunk meg megint valakit. Nagyon-nagyon sok gyerekről szeretnék hallani. A néniről még annyit, világos barna haja, szemüveget visel. Jóságáról bőve felvilágosítást a 6. osztály ad. Ki a két fiatal úr és ki a néni? Igen, hát azt, hogy a tanárnéni, azt már ki lehetett találni onnan, hogy szemüveget nem viseltem. Ugyanazt mondtam nektek sajnos azért, mert tényleg eltörött, ti is láttátok, teljesen már sajnos el van törve. De ettől függetlenül azt már lehetett volna tudni, amit én elmeséltem. Én is pletykáltam nektek arról, hogy nekem pletykáltak, tehát erről már lehetett tudni. Ha esetleg még valaki tudna valamit mondani most nekem? Úgy, ahogy az előbb az Erzsé, a Klárina, vagy ahogy a Sanyi, a Gabina. Nagyon örülnék neki. Tudsz? Na mondjad. Én szerintem a tanárnéni nem szigorú. Úgy érzed? Igen. No, ki tud még valami mást mondani? Attilán kívül ennyire ismertek engem? Ki az én a... nem. Tessék? Mi nem ismerjük. Én nem ismerem a tanárnéni. Nem ismertek? Nem? Na? A tanárnéni nagyon igazságos, és mindenkinek megadja, amit érdemel, és nem kivételezik senkivel sem. Tessék, Gabi! A tanárnének mi csak a jó tulajdonságait ismerünk, a rosszat az nem. De itt azért elhangzott magáról egyfajta vélemény, igaz? Igen, már mint azt, hogy szemüveges vagyok, de én erre szemüveges, hogy rendkívül jóságos, hogy soha nem téved, ugye? És még néhány ilyesmi. Igen, de ez gyerektúlzás. De ez az a bizonyos felület, igaz, amit maga is kárhoztatott, amikor velük beszélt. Igen. Na most, hogyan tudnánk egymáshoz közelebb jutni? Nem tudom. Kezdem valami ócska kérdéssel. Ne haragudjon, hogy megkérdezem. Kivel jár? Tessék? Hát az... Attól függően, vagy barátaimmal, vagy azzal, aki hozzám tartozik, mint partner. Olyan most van. Tessék, ez olyan intim kérdés, ezt inkább kerüljük. No, elég az hozzá. Kedves, kifejezetten értelmes nőnek látszott, és tudod, hogy különben is azt mondják, aki gyerekek között él, az szinte hivatalból kiegyensúlyozott. Elég az hozzá, véget ér az óra, bemegyünk a tanárival. Néhány közömbös mondat után megkérdem tőle, kivel jár. Erre el kell sírni. Nem ezt akartad? Én ugyanazt csináltam, amit a többieknél. Tehát egyszerűen az volt a dolgom, hogy közelebb kerüljek hozzá. Te tulajdonképpen dolgozol, vagy mint haragsz? Valószínűleg meglepi, hogy alig pár nappal beszélgetésünk után levélben jelentkezem. Egy gátlásról szeretnék írni. Lehet, hogy furcsának találja, amit írok, de azt hiszem, maga otthon van a lélek labirintusaiban, kell, hogy ismerje minket nőket is. Tudja, hogy életünk főmozgató erője az érzelmek. A világot a szívünkkel és nem az eszünkkel fogjuk fel. Én is erősen érzelmi beállítottságú vagyok. Van egy-két barátom és barátnőm, akik számára áttetsző vagyok, mint az üveg, akikkel mindig őszinte vagyok. Ehhez azonban okvetlenül szükséges, hogy ők is őszinték legyenek hozzám. Arra kérem tehát, ha találkozunk, mielőtt kérdezne, mondjon el néhány dolgot a saját életéből, amilyet tőlem szeretne hallani. Maga a levelében őszinteséget kért, hogy őszinteséget adhasson. Megpróbálok valamit elmesélni a házasságomról.
6 esztendővel ezelőtt nősültem, körülbelül olyasféle programmal, hogy a házasság lesz a célja az életünknek, és természetesen egyúttal a formája is. Hát, hamarosan kiderült, hogy ez tulajdonképpen egy naív program. Akkor következett valami, amit úgy nevezhetnénk, hogy békés egymás mellett élés. És akkor egyszerűen elkezdett hiányozni valami. Legalábbis nekem biztosan. Éppen a kapcsolatnak az a teljessége, amit korábban nem tudtunk elviselni. Hát nem tudom, hogy érthető-e a dolog. Ez az, amire gondolt? Hát nem egészen erre, de azért értem, hogy miről beszél. No igen, hát fogalmazhattam volna másképp is, de most így sikerült, mert rögtönöztem. Érzem az őszinteségét. Az én történetem persze más. Lehet, hogy maga sem erre számított. Gyerekkoromban, fiatal lánykoromban hosszú ideig éltem vidéken. Az ilyesmi meghatározza az ember magatartását. Azt hiszem, ez ma is így van. Apám intéző volt egy uradalomban. Szigorú vallásos nevelésbe részesültem. Nem csak formailag, hanem tartalmilag is. Nagyon nehéz erről beszélni. Tulajdonképpen összefüggően még soha nem mondtam el senkinek. 16 éves voltam, amikor megismerkedtem egy fiúval. Diák volt. Én akkor apácákhoz jártam iskolába. Vasárnaponként találkoztunk, kúszáltunk a környéken. Szép volt. Olyan szép, hogy még ma is szívesen emlékezek rá vissza. A fiú árva volt, apja elesett a háborúban. Az anyja nevelte, de még az apa életében elhatározták, hogy a fiúból pap. Kezi, csókolom, édesanyám. Hogy sikerült, fiam? Hát az elsőt jól megcsináltam. Na, hála Istennek, akkor rövidesen indulhatsz Esztergomba. Anyám, én nem akarok pap lenni. Sose nyugodna a sírjába, ezt nem tennénk meg neki. Tiltakozott, amíg lehetett, de amikor látta, hogy az anyja hajthatatlan, úgy beszéltük meg, hogy beiratkozik a szemináriumba, és majd, ha nagykorú lesz, összeházasodunk. A fiú anyja úgy érezte, hogy én keresztezem a fiával kapcsolatos terveit, és különféle rágalmakat kezdett terjeszteni rólam. Ezeket elsősorban a fiának írta meg. Így aztán kaptam egy levelet a fiútól, amiben számon kérte tőlem ezeket a dolgokat. Én akkor semmit sem értettem az egészből, csak azt éreztem, hogy halálosan megbántottak. Tessék visszavinni a feladónak. Hát visszavigyem. Tessék visszavinni. Később tudtam meg, hogy a fiú idegösszeroppanást kapott és kórházba került. Még akkor sem válaszoltam. Asszonyom, ha nem lesz őszinte, nem tudok a kedves fián segíteni. Gyermekem, magamtól sosem jöttem volna ide, de Gábor nagyon beteg. Egek! Meg tudsz nekünk bocsájtani. Megbocsájtani meg tudok, de elfelejteni soha! A fiú pap lett, Németországba került, én meg nem sokkal a háború után férjhez mentem. 20 éven át szinte minden héten kaptam és írtam levelet. Számtalanszor próbáltunk megbeszélni egy találkozót, mindig közbe jött valami. Aztán... Az igazat megvalva, nem tudtam meg túl sokat a nők helyzetéről. Inkább arról, hogy én milyen helyzetekbe tudok velük kerülni. Eközött a két sor kép között, ezen kívül legfeljebb annyi a különbség, hogy azóta másképp látom őket. Azt hiszem, az csak az első pillanat, hogy tudja az ember, van valami megkülönböztető magatartás vagy szemlélet. És ha csak tudja, könnyen elfelejti, hogy rá is vonatkozik.
Tessék, parancsoljon. Köszönöm. Tetszenek még valamit parancsolni? Nem, köszönjük szépen. Nem. Mi van, miért nem eszel rendesen? Nem szerettek óvodába járni. Eddig szerettél. Mi van? A Gábor nem jár óvodába, az a te. Én se szerettek óvodába járni. Hát annak már 3 hete. És azóta nincsenek barátaid. Ez is ugyanaz a probléma. Az ember kedves szeretne lenni, aztán mégis okos kellene, hogy legyen. Aztán kényelmesebb csak kedvesnek lenni. És ez tulajdonképpen ugyanaz a magatartás. Nem baj, kislányom. Annyi alkalom van még. Majd lesz barátod. Na gyere szépen, menjünk. Thank you.